számtalan olyan feladatot hajtottatok végre, ami egyébként közvetít a fiatalok és talán a más generációk az idősebbek között. A polgármester is köszöntötte a Városi Diákfórum tagjait, Borkai Zsolt beszédében kiemelte, a fiataloké a jövő, akik bátran támaszkodhatnak az idősebbek tapasztalatára. Győrben az a cél, hogy a generációk közösen építsék a helyi közösséget. Akkor tud jól működni az élet, hogyha egy boldog családi helyzetben, kiszámítható helyen és közösségi életben tudtok létezni és élni. Ehhez kívánok természetesen mindenkinek sok-sok erőt, mert az életben vannak buktatók, de azt tudom garantálni az önkormányzat részéről, ahogy eddig is tettük a támogatásunkat, jövőben is meg fogjuk valósítani, és mellétek fogunk állni. Természetesen jó azt látni és tapasztalni, hogy ti ebben a közegben akartok valamit tenni, és látjátok annak a lehetőségét, hogy az élet valóban arról szól, hogy a fiatalok felnőnek, sok-sok tapasztalatot hallanak az idősebbektől, a generációk azok közelebb kerülnek egymáshoz, és együtt közösen lehet egy kisebb közösséget, vagy egy nagyobb közösséget építeni. A fiatalokat az ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkár is ellátta néhány jó tanáccsal. Dr. Illés Boglárka azt mondta, vannak generációs szakadékok, de ezeket közösen le lehet küzdeni. A kormányzat célja pedig biztonságot teremteni a felnövekvő generáció számára. A mi kiindulási alapunk az az, és amikor a fiatalokat megkérdezzük arról, hogy mi a legnagyobb kihívás az ő életükben, akkor mindig a bizonytalanságot mondják. Tehát a bizonytalanság, ami egyszerre jelentheti a létbizonytalanságot, és sok minden mást, ami ebből fakad. És akkor mi az, amilyen válasz nekünk érdemes vagy célszerű megfogalmaznunk? A biztonság nyújtása. Tehát amiben mi tudunk, segítsünk valamilyen biztonságot nyújtani, segítsünk a fiataloknak valamilyen támpontot adni, ami nekik a bizonytalanság csökkentésében segítségül szolgálhat. A Győri Városi Diákfórum azóta, amióta az önkormányzat kiemelten támogatja, egyre több taggal büszkélkedhet, és sok hasznos programot is szerveznek a fiatalok számára. Legutóbb például országos hírű jótékonysági akciót bonyolítottak a helyi, közélet iránt érdeklődő tizenévesek.